Sziasztok, üdvözlök mindenkit, nemrég lezajlott a Comic-Con, a mai videóban pedig mindenről szó lesz, ami fontos, és ott elhangzott. Új projekt egyelőre nem került bejelentésre, inkább a meglévőek közül a filmekről tudtunk meg új dolgokat, plusz a Comic-Con ideje alatt nagyon sok érdekesség történt az interneten, de erre majd a bejelentések után rátérek, szóval nézzük, mik azok, amiket megtudtunk az idei panelen, haladjunk sorba. Amerika Kapitány 4. Ez a filmhez a Deadpool 3 előtt már kaptunk egy trélert, ami csak azért meglepő, mert az újraforgatásokat nemrég fejezték be. Aki nem tudna, a filmnek már nagyon sok tesztvetítése volt, azonban ezeken mindig rosszul teljesített, ezért egy jó párszor új jeleneteket vettek fel, sőt a film egy részét újra is forgatták, ami nemrég fejeződött be. Ahogy a tréler is mutatta, és itt is megerősítették, hogy egy földhöz ragadt politikai történetet kapunk majd, ami az adamantium körül fog majd forogni. Levetítettek egy olyan jelenetet is, amiben ezt rossz tábornok, illetve rossz elnök már ki is mondja, plusz egy olyan jelenetet is kaptak az ott résztvevők, amiben azt látják, hogy beszéd közben a Fehérház előtt átalakul Red Hulk-á. Továbbá megtudtuk, hogy Esposito karaktere nem más, mint Scott Walker, ami megerősíti azt, hogy a kígyó társaság benne lesz a filmben, hiszen nekik ő a királyuk. Nagyjából az Amerika Kapitány 4 az ennyi, sok új információ nem derült ki, ami nem meglepő, hiszen már kaptunk egy sokat mondó előzetest, a film pedig nagyon messze van, változatlanul is 2025. február 14-én fog megérkezni a mozikba. A következő projekt, ami szóba került, az a Thunderbolts. Ez már csak azért is volt különösen érdekes, mert Feige egy ilyen sapkában volt jelen, ami leleplezte nekünk a film egyik logóját, és kaptunk is egy ilyen hivatalos posztert hozzá. Sokáig a cím mellett egy csillag volt, amit még a mai napig nem tudunk, hogy pontosan mire utal. Vannak olyan elméletek, miszerint a címét teljesen meg fogják változtatni Dark Avengers-re, azonban én ezt itt most már elvetném, ugyanis a címet akartak volna változtatni, akkor azt itt a Comic-Conon megtették volna. Kiderült viszont, hogy a film egy speciál lesz, talán lehet, hogy ez az a speciál, amiről a leakerek még a Comic-Con előtt beszéltek, hogy készülőben van egy újabb MCU speciál. A résztvevők természetesen kaptak egy kis betekintést a filmbe, amiből végre kiderül, hogy kivásárolta meg a bosszúállók tornyát, nem más, mint Valentina, aki könnyen lehet, hogy tényleg a Dark Avengers csapatot építgeti, de az majd egy jövőbeli projektbe került terítékre. Elmondások szerint lesz egy ilyen kis öngyilkos osztag beütése majd a filmnek, tehát a csapat eleinte nem fog együtt dolgozni jól, nem fognak kijönni egymással, de nagyon szórakoztató és komoly lesz. Visszatér Szellem, az USA ügynök, és természetesen David Harbury. Továbbá megtudtuk azt is, hogy elvileg a csapat az önálló film után benne lesz majd a Bosszúállók 5-ben is. Aztán megérkezünk a nagyobb dolgokhoz, mint például a Fantasztikus 4-es. Ebből kiszivárgott egy komplett bevezető előzetes, aminek az elemzése holnap fog feltöltésre kerülni, szerintem nagyon érdekes lett. A lényeg, hogy új címet kapott, illetve nem is kapott új címet, kapott egy alcímet, az első lépések. A filmben lesz űrutazás, ez biztos utalás erre, másrészt viszont szerintem amire még utalni akar ez az alcím, az nem más, mint hogy az első lépések a Bosszúállók filmek felé, vagyis inkább az első komolyabb lépése. Elmondások szerint a történet igencsak képregényhű lesz, és a film egy nagyon ilyen családias hangulatot fog teremteni. A film főgonosza Galactus, aki elég jól nézett kiszivárgott előzetesekben, tök furcsa lesz filmben látni a képregényhű Galactust, ugyanis akit a 2000-es évek Fantasztikus 4-es filmében láttunk, hát az azért köszönő viszonyban nem volt ezzel, bár állítólag a harmadik részben láttuk volna az igazi Galactust, nem történt meg, de itt most látni fogjuk, nagyon kíváncsi vagyok, hogy fogják adaptálni. Rajta kívül pedig elvileg Doom is szerepelni fog, hiszen a rendező azt mondta, mikor megkérdezték, hogy itt már bevezetésre kerül-e a karakter, hogy ezzel kapcsolatban nem mondhat semmit, magyarul igen, és Kang egyik variánsának a feltűnése is lehetséges, aki immár nem a saga főgonosza, hanem egy másodlagos gonosz Doom mellett, szóval meglátjuk, hogy tényleg fel fog-e itt tűnni. Külön érdekesség, hogy az ott levetített előzetesnek a képaránya az ilyen 4-3-as volt, és az ott jelenlévők beszámolója szerint a trailernek, meg így az egész filmnek van egy ilyen kis WandaVízió beütése stílusba, ami nagyon jól hangzik. Ilyen retro jövő beütése lesz majd a filmnek, amit a kiszivárgott képek teljesen alátámasztanak. A film komolyabban forogni majd
kedden kezd el, azaz holnap, ami egy picit fura, mert ha eddig nem forgatták, akkor érdekes, hogy dobtak ki egy előzetest, lehet, hogy titokban már mentek a forgatások. Szóba került még a Penge film is, amiről sok jó hírt nem tudtak közölni, egy dolog biztos, nem fog 2025-ben megjelenni, szóval ott tartunk, hogy 2019 óta nem készült olyan forgatókönyv a filmhez, ami adaptálásra alkalmas lenne, ami igencsak érdekes, mert egy időben nagyon sok dolgot lehetett hallani a projekttel kapcsolatban, hogy majd a múltban fog játszódni, felvezeti a Midnight Suns. Ezekkel ellentétben pedig két hónapja olyan híreket közöltek a leakerek, hogy a stúdió már ott tart, hogy nem akar semmi komoly történetet, csak legyen egy egyszerű mezei Blade film, és készítsék már el végre. Hát most megint csúszik, ugyanis megint újra fogják írni a forgatókönyvet. Hogy mennyire lesz komoly film, azt nem tudjuk. Két dolog biztos, erbesorolású lesz, és a stúdió mindenképpen szeretné elkészíteni 2026-ra. Hát meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni. Legyen inkább több idő megírni, de akkor legyen is nagyon komoly a történet. Aztán megérkezünk a legfőbb hírekhez, bejelentették a Bosszúállók 5 címét, Doomsday, azaz ítéletnap, a film főgonosza pedig Dr. Doom Robert Downey Jr. alakításában. Erről mi a véleményem, arra egy külön videóban rátértem tegnap, mindenképp nézzétek meg, elmondtam ott is, hogy szerintem lehetett volna inkább mást castingolni, de hát valamivel el akarják adni a filmet. Doomot a képregényekben több évtizedig vezették fel a Secret Wars-ra, szóval nekem már csak ez miatt sem tetszik, hogy itt hirtelen a szágá vége felé, a szágá kellős közepén csak úgy behozzák, és ahogy látom, rengetegen vannak azon a véleményen, amin én, főleg külföldön, meg tudom őket érteni, de hát mivel a Marvel már úgy van, hogy csak essen túl ezen a szágán, ahogy Deadpool is ezt konkrétan kimondta a filmben, így értető részükről, hogy ez az egész nem más, mint egy biztonsági játék, és a jól bevált receptet alkalmazzák. Nem véletlen, hogy a Russo fivéreket kérték fel, hogy rendezzék meg ezt a két filmet. A Russo fivérekről egyébként azt érdemes tudni, hogy ők a Secret Wars képregény sztorinak a nagy rajongói, szóval hát remélhetőleg mindent megtesznek. Biztos, hogy nem ilyen állapotba képzelték el a megrendezést, de rajtuk nem fog múlni, megpróbálják kihozni ebből majd a maximumot, azután pedig végre valahára véget fog érni ez a borzalmas szaga, aminek tényleg csak annyi pozitívuma van, hogy a régi szeretett karaktereket visszahozza, és ha már Secret Wars új logót kapott, nem lényeges, az előző nekem jobban bejött, de amúgy ez sem rossz. Mielőtt még jönnek a kommentek azoktól a degenerált emberektől, akik szerint minden kritika rinyálás, ez az én véleményem, nem tartom jó döntésnek ezt a castot. Ha valaki nem így gondolja, oké, de kimélje meg az ostoba kommentektől, hogy ez az egész csak rinyálás, véleményét próbálja meg normálisan leírni. Ami viszont sokkal inkább jó, hogy a premier dátumok kisebb meglepetésre nem változtak, a forgatások pedig, legalábbis a Bosszúállók 5-nek, hamarosan megkezdődnek jövőre. Doomra rátérve, elvileg ez nem egy Tony Stark lesz, ami furcsa, mert akkor miért pont RDJ játsza, én jobban örültem volna másnak, kétségtelen, hogy RDJ jó, de ő vasember, ha pedig egy olyan Doom lesz, aki vasember volt korábban, ugye volt ilyen gagyi történet a képregényekben, akkor oké, de azt mondták, hogy ez Victor lesz, ezért nem teljesen értem ezt. Elvileg a filmben majd Kang is benne lesz Doom mellett, és a D23-on bejelentik Kangnek az új színészét is, amit most szombatra mondtak, szóval meglátjuk, hogy a D23-on ebből lesz-e bármi is. És ha már D23, én itt vártam volna még olyan bejelentéseket, mint a Doctor Strange 3 vagy a Shang-Chi 2, ezekről nem volt szó, de majd akkor talán a D23, bár én nekem az az érzésem, hogy ott filmek nem nagyon lesznek bejelentve, ott sokkal inkább a sorozatokon lesz majd a fókusz, de ne legyen igazam, vannak leakerek, akik szerint lesznek filmek is. Jövőre is lesz Comic-Con, a teljes 6. fázist biztos, hogy ott fogják majd leleplezni. Egyébként egy Scarlet Witch film bejelentést is pletykálnak a D23-ra, ami augusztus 9-től 11-ig fog tartani. Na de még nem értünk a végére, hiszen ha már szóba került a Scarlet Witch, Comic-Con után még aznap hajnalban néhány időre a Marvel elkezdett követni új Instagram felhasználókat, de nem akármilyeneket. X-Men vs. Bosszúállók, ugye ezt már nagyon régóta pletykálják, Young Avengers-t és egy Scarlet Witch fiókot is. Ezeket a filmeket mind-mind nagyon régóta pletykálják, és érdekes egybeesés, hogy a
Comic-Con után ilyen felhasználókat kezdett el egy rövid ideig követni a Marvel. Vagy valaki nagyon jól megtervezett valamit, vagy itt a háttérben ezek készülőben vannak, és a D23-on bejelentik ezeket a projekteket is. Ennyi lett volna az idei Comic-Con panel összefoglaló, hamarosan még jönni fog ugye a Fantasztikus 4-es, utána foglalkozunk egy kicsit a Bosszúállók 5-tel is. Minden bizonnyal szeretnétek kibeszélni ezeket a témákat, vagy van véleményetek, amiket szívesen megosztanátok másokkal, akkor ezt megtehetitek a komment szekcióban, plusz a Discord szerverünkön, ahol részletesebben ki lehet ezeket beszélni, a leírásban ott a meghívó, mindenképp csatlakozzatok, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és nyomjátok be a csengőt is, ugyanis továbbra is pörögni fogunk egész nyáron, további szép napot, sziasztok!